Moldova független államok közösségének és a Fekete-tengeri gazdasági együttműködésnek is tagja. Szabad kereskedelmi kapcsolatai vannak többek között Oroszország felé, mutatta be államát a Moldovai Köztársaság nagykövete. A diplomáciai vezető fél éve van Magyarországon, első vidéki útja alkalmával érkezett Nyíregyházára. Sok moldovai halad át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén, többek között ezért szeretnénk létrehozni egy tiszteletbeli konzulátust Nyíregyházán. De nagyon fontosnak tartom az újabb és újabb testvértelepülési kapcsolatok létrehozását és a gazdasági kapcsolatok fejlesztését. A diplomáciai vezető több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetővel értekezett. A tanácskozások alapján a közeljövőben erősödhetnek a moldáv-magyar együttműködések. Azt gondolom, hogy a nagykövetség segítségével egy üzletemberi delegációt, egy látogató programot tudunk szervezni Moldovában, megszólítva a kamarát, megyei üzletembereket, feltárni azokat a lehetőségeket, amik akár tőkebefektetésben, de leginkább kereskedelmi kapcsolatokban lehetségesek. Különös tekintettel a fák országaira, Oroszországra, nagyon sok termelőnek, különösen zöldséggyümölcságazatban problémát jelent az orosz embargó. Moldova ilyen szempontból egy érdekes kihívás jelenthet a kapcsolatok fejlesztése szempontjából, illetve megoldást jelenthet. Konkrét együttműködési megállapodást egyelőre nem írtak alá a felek, de a közeljövőben új moldáv-magyar kapcsolatok jöhetnek létre, hangzott el a megyeházán.